itt van az első Vlogmas videó. December 1-e van, és én alig vártam már, hogy a kezembe ragadhassam a kamerámat, és elkezdjem rögzítgetni azokat a kis apró mozzanatokat, amelyek aztán december 24-ére beérve karácsonyi hangulatot fognak bennem itt okozni. Meg szeretném mutatni nektek, hogy milyen apróságokat vettem magamnak karácsonyra. Igen, én mindig megelőlegezem ezt már így magamnak, és általában meg is szoktam osztani veletek egy inspiráció gyanánt, hogy mi az, amit nagyon szerettem volna, és inkább megvettem magamnak, az a biztos. Előtte szeretném megmutatni nektek a mai outfitemet, ugyanis egy extrémen különleges felső van rajtam. A színe is nagyon karácsonyi, de ha meg tudnátok tapintani, imádnátok. Ez a gyönyörű kasmír garbó a LilySilk oldaláról van, egyszerűen ámulatba ejtően gyönyörű, kiváló, prémium minősége van. És nem csak ez a garbó érkezett onnan, hanem ez a karácsonyi selyemruha is, illetve egy párnahúzat. Na de szeretném most így elsőként megmutatni ezt az outfitet. Ó, igen, és van egy kis fogókám végre a kamerához, így kényelmesebb a szituáció. Szóval ez a mai outfit of the day, ezzel a gyönyörűséges, pihe-puha és nagyon meleg garbóval, hozzá egy fekete elegáns nadrág, magas sarkú. Ennek a garbónak minden egyes részlete és kidolgozása gyönyörű, és látszik rajta a luxus, azt kell, hogy mondjam. Nagyon óvatosan és igazán odafigyelve fogom majd tisztítani. Ez tehát a felső, amit én most itt betűrtem. Ha pedig nincs betűrve, akkor pedig ilyen hosszú a felső. Itt van a zsebrésze, egy nagyon elegáns és klasszikus szabású garbóról van szó. Most pedig ezt a gyönyörű ruhát fogom felpróbálni, és hát nem tagadom, Mariah Carey karácsonyi dalokat hallgattam, amikor kiválasztottam ezt a két színt magamnak, hát abszolút karácsonyi. Mulberry selyemből készült ez a ruha, ugyanúgy, ahogy a kispárna is, és nézzétek csak, ilyen gyönyörű csomagolásban érkeznek meg a termékek, belül sejem papírban, és hihetetlenül puha, ugye direkt alváshoz szerettem volna. Na de nézzük ezt a télanyós ruhát magamon. Így néz ki rajtam a ruha, S-es méretű, és mintha rámöntötték volna. Csodálatos. Hátrésze is nagyon szép és kifinomult. Ezt a harang alakú karrészt nagyon szeretem benne. Szabadon tudom mozgatni a karomat, nagyon kényelmes. Itt egy cipzár van beépítve, szóval könnyű fel és levenni, és hát a színe, az valami varázslatos. A karácsonyi vacsorához szeretném majd ezt a ruhát felvenni. Hát azt hiszem, hogy ennél ünnepibbet nem tudtam volna találni hozzá, és a LilySilknek köszönhetően egy kedvezménykódot kaptunk, úgyhogy ha nézelődni szeretnétek az oldalon, vagy régóta kívánságlistás onnan valami, akkor kérlek, használjátok a kódot, amit a leírásban megtaláltok egy kis kedvezményért. Mutatom egyébként a részleteit közelről. Gyönyörű, gyönyörű darab. Egészen elképesztő. Be kellett üzemelnem már a ringlightot, mert ebben a lakásban olyan sötét van, tehát abszolút nem kompatibilis itt a videózással semmi. Szóval folytatnám a kis karácsonyi ajándékaimmal. Pamela Rife Naturally Pam adventi kalendáriumát vettem meg magamnak, amit ma végre elkezdhettem kibontani. Ez brutál, brutál nagy. Instasztorikban fogom tovább bontogatni, és minden nap megmutatom, hogy mit rejtett az aktuális napi ablak. Úgyhogy ha szeretnétek ezt ti is látni, akkor gyertek az Instagramomra, és ott a sztorikban lehull a lepel minden kis ablakról. Na jó, folytassuk tovább az ajándékaim listáját. Igen, ez volt a legnagyobb dolog. Most jöjjön két apróság. Az egyik egy gvasakő ametisztből. Hú, hát csodálatosan néz ki. Sajnos az előző kövemet összetörtem. Szappanos kézből kieseve, a mosdókagylóba ripityára tört. Szerintem így ez a gvasakkövek sorsa kb. A következő apróságért teljesen oda vagyok. Ez egy nyomda roller, nevezzük így. És az a funkciója, hogy ezzel meg tudod semmisíteni a borítékon, csomagodon lévő címedet, mielőtt kukába dobod. Tehát gyakorlatilag az adataidat tudod védeni azzal, hogyha így átrollerezed a kis borítékot, pikpak minden eltűnik róla, és aztán nem élnek ugye vissza ezekkel az információkkal. Hát én ezt ugye eddig mindig úgy csináltam, hogy filccel színezgettem, vagy próbáltam letépkedni, de aztán a TikTokon megláttam őt, és teljesen oda lettem, és be kellett szereznem egyet mindenképpen. Hát megmutatom, hogy hogy működik, szerintem elképesztő, én imádom. Alig várom, hogy jöjjön valami, és utána elkezdhessem így a kis rollerezést vele. Totál rá vagyok kattanva. Na, pillanat. Itt van például az előző videóhoz egy információ, ahol kiírtam, hogy a sminktermékek mennyibe kerülnek. Na most fogom a kis rolleremet, bekapcsolom. Hú, ezt most úgy kéne, hogy lássátok, mert úgy az igazi. Szóval itt van a papír. És húz rá egy ilyen kis csíkot. És minél jobban rollerezed, annál erősebb a festék, és annál inkább nem látszódik az, amit senkinek sem szeretném megmutatni. Az utolsó ajándék magamnak, az pedig egy online kurzus, a This is Artify művészeti társaságnak egy absztrakt festésre fókuszáló, nagyon részletes és tényleg elmélettel gazdagított kurzusa ez. Lényegében megtanítják, hogy hogyan készíts egy absztrakt képet. Ezt ugye nem tanítják a gimnáziumi rajzórán sem, meg úgy általánosságban ehhez a tudáshoz szerintem elég nehéz hozzájutni, hiszen a portré, a tájkép, a tárgyak lerajzolását előbb tanítják, mint azt, hogy engedd el a fantáziádat, és gyakorlatilag random formákból hoz létre valamit. Na de hogyan állj neki? Hogyan nézzen ki az a kompozíció? Van-e emögött egyáltalán bármi elmélet? Meg kell-e felelni valaminek? Hát én nagyon sokszor álltam úgy a vászon fölött, hogy szerettem volna én valamit kifesteni magamból. Megvolt az érzés, de nem tudtam, hogy ezt hogy csináljam jól, vagy ha el is készült valami, nem éreztem azt az elégedettség érzetet, nem éreztem azt, hogy ez kész, hogy ez egész. És ezen a kurzuson, ugye, ahogy említettem, java elmélet, itt végig magyarázzák például a tervezés 8 alapelvét, amelyről soha nem hallottam még, és így annyira fantasztikus, hogy alig várom, hogy ezt majd ugye gyakorlatba ültessem át, de egészen biztos, hogy ez az első kurzus hoz majd maga után még másik kurzusokat is, szóval az biztos, hogy ezzel itt valami izgalmasság indult el, és nagyon örülök, hogy valaki ezt végre elmondja, hogy hogy kell csinálni. Mert csak néhány pacának tűnhet esetleg valami a vásznon, de amögött egy komoly rendszer húzódik, hogy az hogyan épült fel, hogy ott mire menjen a te fókuszpontod, hogy az milyen elrendezésben született meg, hogy az kellemes érzetet váltson ki belőled. Szóval egy csomó titok van ebben az egészben, és én annyira boldog vagyok, hogy végre ezt megtanulhatom, mert ez az a stílus, ez az az irány, ami legjobban hozzám illik, amit egész életemben imádtam, de nem tudtam, hogy hogyan kell kifesteni magamból. Úgyhogy most itt az alkalom. Nézzük, milyen cukik van. Jó, hát az extra mini. Ugye nem erre az icipicire gondoltál? Nem, én azt néztem. De ó, igen, pont ilyeneket néztem. Ez az... Jaj, hát ez is nagyon aranyos. Az első karácsonyfánkat szeretnénk megvenni. az első közös karácsonyunkra, úgy így értve, és hát van itt választék, de valahogy egyik se lopta be magát a szívembe. Azt mondod, itt a pad mögött? Christmas-os bugyogóba. 8000 forintért. Hát, mégis aranyos. Annyiba kerül, mint egy nagy fa. Igen. Vigyük? Hátul nincs semmi több? Semmi. Hát ilyen nagy fák vannak. Hát a nagy az nem aktuális. A havas az neked egyáltalán nem akkor. Az túl sok. Túlzás. Nem tetszik? Ez hozzá egy ajándék, vagy ez... Hát gondolom azzal együtt, hát nem bennünk kerül ennyibe. De ez tök ferde. Amúgy. És olyan kis csúnya. Jó. Nem győzött meg. Látom. Melyik? Vagy az, vagy az. Ez is szeretem, nem szeretem. Elég érdekesen ültették be őket a cserépbe. Nem nagyon foglalkoztak vele. De veszel bele a cserepet és úgy rakod bele, ahogy akarod. Várjál, valahogy oda kéne kúsznom, hogy megnézzem. Szerencsétlen. Hát nagyon-nagyon bénán néz ki. Direkt így van. Nem, szerintem... Már most is tagyan. Ja. Ennek aztán van illata. Hú, nagyon jó. Akkor mentsük meg őt, kis szerencsétlent. Hú, milyen illata van, azt rétszentség itt. Ez biztos, hogy illatozni fog a lakásba. Ez az a fajta, ami jó, aminek jó illata van. Szerencsétlen fa elképesztően ormótlanul néz ki. Tehát bármelyik oldalról is vizsgálom, mindegyikről csúnya. Egyszerűen nem találok rajta olyan szöget, ami talán innen. Talán innen vállalható. Ezüst és piros a karácsonyfánk tematikája. Van otthon néhány dísz, de azért még beszereztünk néhány plusz dolgot és egy sílécet. Helyére került a kis karácsonyfa, amit az előbb átültettünk, és egy ilyen nagyon aranyos kis dekorációs kosárba helyeztünk. Itt pedig a díszfelhozatalunk, ami szerintem pont elegendő mennyiség lesz egy ilyen picurka fához. Sajnos a kis gömbökhöz, vagyis ezekhez a nagy gömbökhöz elfelejtettünk akasztót venni. Persze könnyedén megoldható egy gémkapocsal is, de gémkapocs sincs. De ennél még nagyobb problémánk is van, méghozzá az, hogy elszakadt a kis fényfűzér, amit az ezermester kedvesen most meg fog forrasztani. Wow, hát erre nem számítottam.